Virág Márton, Mazur, a GameStar ügyvezető igazgatója, ugye? Hát, hogyha ragaszkodsz az ügyvezetőhöz, akkor az a kiadóvállalatnak vagyok az ügyvezetője. Ó, bocsánat, akkor ezt hogy kell mondani? Hát ez a volt IDG Hungary, ezen a néven futottunk sok évig, és most már Projekt 29, ami becsületes nevünk, amivel megtalálnak minket az adóhatóságnál. Úgyhogy igen, és azon belül hát a GameStar az, ahonnan ismernek, mert ott húzom az ipart. Vagy mit szokás húzni? Szekeret? Tolom az igát, te. Az igát. Nem? Igen. Az igát. Azt, igen, igát. Szerintem. Vonom az igát. Iga vonóként. Hogy lesz valaki, akkor még egyszer milyen igazgató? Ügyvezető. Ügyvezető. Jó, akkor ügyvezető. Jól mondtam. Mindegy, ügyvezető. Hogy lesz valaki ügyvezető? Hát bepalizzák. Aki csak játszani szeretne, de aztán azt mondják, hogy nem addig kéne hozzá dolgozni is. Csak azért kérdem, mert hogy tehát, hogy abszolút nem ilyen nagyvállalati végzettséged van, meg nem ilyen izéből jössz ilyen reál tudományok felől, ha szabad így téged. Hát elrontottak az évek során, ilyen rossz utakra, mások vittek rossz utakra engem. Hát én bölcsész végzettségű vagyok, meg igazából magyar tanárkodtam még az egyetem után. De várjál, az ilyen, rögtön dobja az ilyen fatal errort, mert ugye bölcsész végzettséggel nem lehet valaki ilyen menő pozícióban, hiszen a bölcsészek mind hajléktalanok, és a kocsmákban is van bennem egy ilyen kettősség, és nem tudom, hogy most melyik oldalra álljak, és most segítsek-e basingolni a bölcsészeket, vagy pedig védjem meg őket, de szerintem a bölcsészeket nem kell megvédeni. Tehát én alapvetően, már mint hogy nem szorulnak rá. Ja, persze, én is. Gyorsan megdobtam a mentőhút, mentődobást. Csipke vagyó, te igyál bele gyorsan, és akkor mintha mi sem történt volna, beszélgessünk a reklámokról, nem tudom. Igen. Szóval de nagyon szerettem a videójátékot, nagyon lenyűgöztek a videójátékok, meg egészen kicsi korom óta, és egy barátom az egyetemen egy kultúrás portált akart indítani, és ehhez megkért, hogy esetleg vállalnám, mert hogy én pedig majd, meg volt a filmes embere, meg volt, hogy majd kiír zenékről, és hogy én pedig írnék esetleg játékokról. De várjál, akkor még nem voltak ezek annyira ilyen elterjedtek, hogy akkor csináljunk egy portált, ez az internetezésnek a mennyire elején. Elég. Azért a viszonylag az elején. Nem a korodra célzok, mert hogy nem vagy öreg. Csak hát, hogy az internet se annyira öreg, mint meg nem annyira alak, mint ahogy azt sokan gondolják. Nem. Ez, hát akkor már volt internet, azt hiszem... 2000? Hát igen, ez aki így van, 2000 lehetett. Sőt, talán lehet, hogy pont 2000-ben volt. Minden esetre nem lett be, azért sem lett belőle, mert aztán végül ez a portál sose indult el. Uh-huh. Sőt, olyannyira nem indult el, hogy aztán az első szerkesztőségi értekezlet, az konkrétan már csak én és ő volt, akik szomorúan söröztünk, mert mint kiderült, én írtam meg egyedül a próbacikkemet az induló portálhoz. És aztán, ha már megvolt ez a cikk, akkor elküldtem akkor két, ugye hát akkor GameStar volt, és PC guru volt, nem mondom, amelyiknek küldtem előbb, és aztán végül a GameStar-nál, GameStar-hoz hívtak be, elbeszélgettünk, elkezdtem cikkeket írni, egy-két oldalakat, aztán a Halász Berti, a bő volt egyébként főszerkesztő, amikor ő aztán be is hívott engem szerkesztőnek. Közben egyébként az újságírás, ez egy ilyen viszonylag állandó elfoglaltságá nőtte ki, mert egyébként csináltam mellett egy csomó minden mást. Hát az egy igazi bölcsész dolog mondjuk, az újságírás. Igen, de mellette még szintén hasonlóan bölcsész dolgot csináltam, mert a valódi kényekeresetem az a külföldéket tanítottam magyar nyelvre. Ne! Igen, ami egy marha szórakoztató. Ezt akartam kérdezni, hogy az mennyire vicces 10-es skálán? 10. Tehát az, már nem tudjuk, hogy csinálod. Én valószínűleg rosszul csináltam, mert nagyon élveztem, de szerintem ők is. De mondjuk, amikor egy ilyen Ernst & Young-os nagy kutya izzad veled szembe, hogy bemászott a kalapból. No, Patrick, no. Kalapban. No. Ez azért nagyon vicces. Szóval... Van egy ismerősöm, aki Szegeden tanított még külföldieket angolra, és ő mondta azt a példát, hogy amikor az igekötőket magyarázod is,
és feladod a leckét, hogy akkor a neki abályt hogy kell, és a ne abály ki. És mondod, hogy igen, de nem. Lehetne. Mert logikailag... Yes, but actually no. Igen. Hát logikát, azt, nagyon, azt egy bizonyos fokig érdemes keresni a magyar nemben, de egy bizonyos fokon túl megfölösleget. Én a franciáról szoktam azt mondani, hogy megtanulod a szabályokat, és akkor az esetek 30-40%-ában lehet alkalmazni a szabályokat, és akkor a maradék 60-70% az a kivételek. Hát igen. De akkor te ezzel megküzdöttél. Igen, igen. Hát a magyar nyelv az nem egy egyszerű dolog, de mondjuk főleg azt élveztem, hogy az órának az első fele, ami attól függően mennyire voltam álmos, néha nagyobbik fele, az magyar nyelvű beszélgetés volt, ami nekem viszonylag jól ment, a delikvensnek kicsit nehezebben, és akkor annyira türelemmel elbeszélgettem vele, mi volt vele mostanában, mondjuk magyarul. Amikor már magyarázni kellett, hogy elfogadott, az már nem volt annyira egyszerű angolul, de hát mondjuk főleg azért, mert meglepő módon például ilyen ige kötők, tehát amikor a főnevet meg az igét mondanám, és néznek rám az asztalt túladalra értetlenül, mert ezek a szavak sincsenek így meg nekik, hogy hú, mondom, akkor kezdjük az angol nyelvet, akkor ezt elmondom az angol nyelvet, hogy az angolban hogy vannak a dolgok, és utána majd rátérünk a magyarra. Hú, ez eszembe se jutott. Hát vicces volt. De ezt csináltam, és közben külsőztem, rengeteg újságba írtam. Ez tényleg volt egy időszak, amikor nem is tudom, ilyen 7-8 újságba írtam párhuzamosan. Hát ilyen egy-egy cikkeket, vagy egy-egy cikket ide-oda. És abból annak idején meg lehetett élni? Amúgy. Hát ez egy kiszámítatlan kenyérkereset volt. Abban az értelemben, hogy ha nagyon-nagyon meg akartam volna tolni, akkor mindig meg tudtam volna élni belőle szerintem. De mivel annyira azért nem is törtem össze magamat, ezért inkább volt, hogy beestek cikkek, és akkor ilyen nagyon egész jó hónapon volt, aztán voltak, amikor éppen hogy nem annyira, és akkor nem volt olyan nagyon-nagyon komoly hónap. De ez az életem utolsó éveiben már elindult, és mondom, mindig több dolgot csináltam egyszerre, ezért én nem volt rajtam ilyen nyomás, hogy ebből akarnék, vagy mindenképpen ebből szeretnék megélni. Aztán mikor ugye már elköteleződtem a GameStar mellett, illetve az IDG mellett, mert ott azért a több labba is dolgoztam, vagy, vagy csak cikkíróként, vagy aztán szerkesztőként is, akkor magyar nem külsőztem máshová, akkor ugye már ez megváltozott a munkamenet, meg a... Ez szép lassan átúszott egy ilyen kicsit rendezettebb struktúrába az életem. De ha jól tudom, neked kettő diplomád is van. Vagy nem jól tudom? Hát én magyar esztétika és kommunikáció szakon végeztem. Magyar esztétika az egyik, és kommunikáció a másik? Nem, hanem nem, ez három. Csak aztán... Ja, csak akkor aztán, bocsánat. Csak aztán végül hát most ez volt itt a friss élmény, mert volt egy nagyon... Hát elkezdtem nálózgatni, és aztán így jó, majd befejezzük, és akkor ott volt félbehagyva az esztetikai és a kommunikáció, azokat nem elég vartam el, mert most volt valamilyen izé, hogy soha ne gyere, ha most nem jössz, és akkor lázasabb bementem a esztetika és kommunikáció tanszékre, hogy hú, ha valaki nem tudom, megismere még itt, de hogy annak idején én jártam ide, és még viszonylag sokáig el is jutottam itt, de hogyha lehet, akkor befociznám azt a lasztit a sarokba. És akkor, hogy te azt tudja, hogy mikorra kéne, micsoda. Igen, de hát de nagyon sokat kell ahhoz írni. Ezt maga azt tudnád. Úgyhogy viszonylag feszített tempóban legyártottam. Néhány szakdolgozatot? Igen, és de nézd. Ez meló mellett azért nagyon durván. Nagyon durván megerőltetőt. Meg egy irányba ennyi ideig figyelni, ez már öreg vagyok. Tehát mint a macskának nekem már elkalandozik a figyelme a legkisebb ingerre, tehát mint egy pamut gombolyag begurul oldalról, akkor én már vetődök rá, és nagyon nehezen fókuszálok egy irányba sokáig, és ez pedig azt igényelte, tehát egy struktúrális gond. Te is nem olyan régen hát én nem estél olyan, át rajta. Igen, én nem olyan régen végeztem, csak hogy a diplomámat én is... Nem hagytál 10 évet. Nem csak 5-öt, igen. Nálam az én egyetemem 5 évet várt arra, hogy meglegyen a második nyelvvizsgám. Vártak a cetlit azért? Hát nem, hát ők is mondták, hogy hát vagy most, vagy nem. Aha. És akkor tudod, ez a one in a lifetime, ez a egyszer... Ball out of the park, vagy meg lesz a nyelvvizsga, és akkor diploma. Az segít motiválni az embert azért. Igen, meg a stresszt is rárakja azért. Főleg úgy, hogy ha úgy éreztem, hogy nem annyira sikerült, és nem annyira sikerült az írásbeli, de aztán meglett. Uh-huh. Tehát, hogy elszoktam a kézi írástól, nem tudom te ezzel, hogy vagy. Én nagyon szerettem régen írni, mikor most megtaláltam nem véletlenül, az egyetemi jegyzeteimet. Én elképesztő szépen jegyzeteltem, gyöngybetűkkel írtam,
És mostanra már egy ilyen, nem is tudom, valami ilyen sátanista rúnáknak tűnik, valami félreolvasol valamit is megidézett be ezzel volt. Tehát én ordinári ocsmány módon írok. Mert egyszerűen tényleg a kezemben már nincs benne de ami viszont megy, az legnagyobb meglepetésemre, amikor a legkisebb gyerekemmel, mert mindig az aktuálisan kicsi gyerekem, amikor elsőben, másodikban próbáltam neki mutatni, az elsős gyöngyírás, azt tudom reprodukálni. De jó. Tehát ilyen abszolút elsős magyar könyvredi módon formálom még a betűket, ha kell, nyomás alatt. De attól függetlenül, hogyha kézzel le kell írni, bárki kell tölteni egy formanyomtatványt, ott hamar elfogyott. Hát eleve íróeszköz nincs nálad soha, vagy nem tudom, te az az ember vagy, akinél van. Most már van, de ez is valószínűleg a struktúrát életlen a következménye. Ja. Pecsét is toll, az mindig van nálam. Hát nálam ugye az volt, hogy kettő fogalmazást kellett írni a nyelvvizsgához az írásbeli résznél, és hát én mind a kettőt leírtam piszkozatba, csak hát nem tudtam az időmet beosztani, mert tudtam, hogy ha nem írom le piszkozatban, akkor ha eleve azt írom oda, az nulla pont, mert rögtön szóltak az elején, hogy ha valamit nem tudunk elolvasni, az olyan, mintha ott se lenne. Úristen, mondom, jó. Megírtam az elsőt piszkozatba, átmásoltam, megírtam a másodikot piszkozatban, el akartam kezdeni másolni, majd szóltak, hogy akkor 3 perc van még hátra. És tudod, a féloldalas fogalmazásból a lehető legrövidebb idő alatt mégis megpróbálni a lehető legtöbb mondatot. És akkor így volt az szerintem, hogy nagyon kedvesek voltak, akik javították, mert így látták, hogy hát szövegértés 100%, mármint írásos. Feleletválasztós, minden 90-100%, fogalmazásból az egyik az szép, fullos, a másik ennyi. De a piszkozatla be volt adva, csak mondták, hogy azt nem osztályozzuk le. A piszkozat az piszkozat, de azért beszedjük, és szerintem lehet, hogy megnézték. Meg ott volt mellette a nem tudom, 80%-os szóbeli, és akkor ez a kegyelem. Legyen meg, tud ez a gyerek valamennyit, vagy nem tudom, talán így gondoltam. Egy participation award-ot azért meg kiosztottak. Látjuk, hogy igen. Amúgy nagyon tehetséges. Igen. Ja, na, szóval, amiről veled a legjobban szeretnék beszélgetni. Na, mi? Hát egy az, hogy egyébként téged úgy ismerlek, hogy az ember with the biggest általános műveltség minden irányba. Jaj, nem tényleg. Veled nagyon veszélyes beszélgetni, a jó értelemben, tehát hogy rád nézve jó értelemben, a beszélgető partnerre nézve nem annyira jó értelemben, mert olyan példákat, irodalmit, filmest, zeneit, történelmit, mindent így előszedsz így hátulról, hogy arra a legtöbb ember csak annyit tud csinálni, hogy ilyen, ha, igen, ha, én nem vagyok annyira okos egyébként, szerintem egyszerűen ez csak annyi, hogy rengeteg dolog így megragad a fejemben, és szerintem így jól tálalom, amikor, és úgy tűnik, hogy közben egy hegynyi tudás van, aminek éppen csak egy morzsáját leemeltem, de simán lehet, hogy az egy szelencényi kis icipici megragadt információ volt, amit úgy adtam át, mintha lenne mögötte még fedezet. Szóval szerintem ezek csak ilyen megragadó érdekességek, amiket viszont ez érdekes, hogy ezt mondtad, mert ez remélem, akkor nem jön le ilyen fellengző sem. Ja, nem, ezt én mondom. Hát ezt nem te mondtad, ezt én mondtam. Szóval én, amiről a legjobban szeretnék veled beszélgetni, az az, hogy jelenleg hol van a játékpiac, mert én így kettőt hátra lépek, ránézek, és végtelenül elszomorodok egyszerre, és nagyon mérges is vagyok. Hogy hol tart most a játék ipar ahhoz képest, hogy ezelőtt 5, 10, 15, meg 20 évvel milyen játékok készültek, meg milyen szellemiségben készültek a játékok. Most mondtad, hogy rögtön ugye 2000 környékén videójáték témába kértek föl. 2000-ben jelent meg a Sims, azt tudom. Mert ez egy csomó pléten volt már ilyen nagy színpados kérdés, és azt valahogy megjegyeztem. De hogy mivel indult neked az, hogy ezek a videójátékok nem is olyan rossz dolgok? Na, fáradtlanul visszalöktél az időben.
Mert amúgy eszembe jutott, hogy az American McGee's Alice volt az, amivel az első játékcikkemet írtam. Az ami... valamilyen horror lövő, horror FPS volt, nem? Igen, igen, de azért volt annyira egyedi a világ, nem túl extra játék mechanikailag, de a világa, meg az a teljesen bizarr körítés, az azért bőven elvitte a hátán. Szóval, ami a legelejétől kezdve? Hát nem tudom, szerintem az, hogy semmiből... hogy a tévéhez képest ez a tévé, ott van a tévén egy kicsi világ, ami az én kényem, kedvem szerint belenyúlhatok, vagy változtatotok, alakítatok rajta. Aztán az később úgy finomodott, hogy még aztán a GameStar-ral még az ősidőben csináltunk egy játékfejlesztő konferenciát, ahol ezt a tagline találtam ki, hogy világokat építünk, hogy ez volt számomra nagyon lenyűgöző, hogy a semmiből hoznak ilyen létre komplett világokat, nem csak egy játék léptékében mérve, hanem még ami a mögött van. Vagy mondjuk egy meglévő világban egy játékon keresztül nyitnak meg egy új csatornát. Szóval ez, hogy az alkotási folyamat, meg az, hogy tényleg egy számodra nem kevésbé valóságos világ, mint amik amúgy körbevesz, hiszen ha egy videójáték világán gondolkodsz, az majdnem olyan, mint hogyha magad világán gondolkodnál, csak éppen az egyik mindösszesen virtuálisan létezik, ami egy fontos különbség, de fejedben annyira nem. Ami most egyébként, hogyha felegzős akarnék lenne, akkor ezt el lehetne vinni olyan irányba, hogy mondjuk, mint az irodalomban, hogy egy műnek a valósága, mint Lukács Györgynek, a Dosztojevszki regénynek a valósága, az mennyiben kevésbé valóságos, mint a minket körbevesz. Hát vagy lehet, hogy pont annyira csak túlzásnak tűnik. Nekem vannak ilyen momentumaim. Elmegyek színházba, látok valami helyzetet, ugye egy irodalmi műből át emelt helyzet, igen, legyen az akár, nem tudom, régi ókori lehet, középkori irodalom lehet kortárs, és elhangzik egy mondat, és tudod, azt mondod, hogy értem, mire gondol az író, meg hogy most mit jelenítenek meg, de azért ez sok. És lemész másnap az utcára, és hallod azt a mondatot. És így elgondolkozol, hogy lehet, hogy tényleg ez van? Hát elvileg, igen, simán lehet. Mert annyiféle módon lehet megfogni a dolgokat. Egy videójáték ebben szemben rendkívül izgalmas, mint médium, vagy mint egy elbeszélésmód. Hát most ebben megint csak nem menjünk bele. Miért nem menjünk bele? Hát ezért ha akarod. Én azért hívtalak, mert úgy gondolom, hogy te ehhez nagyon értesz. És mindig öröm hallgatni, hát ahogy beszélsz nagyon, ezekről. Nagyon érdekel, mert nagyon szeretem. Hát nyilvánvalóan annyira nem értek hozzá, mint mondjuk szeretnék, de is inkább sokat gondolkodtam rajta, mert nagyon, nagyon izgalmasnak találom. És mondom, nagyon varázslatos volt számomra mindig is az, hogy amit az el is mondtam, hogy egy komplet világ összeáll, a néhány ember összedugja a fejét, elkezd kódolgatni, és születik belőle valami különleges, egyedi. ami még most előbb két dolgot akartam elkezdeni. Ezek a kivágor, ugye, amikor... Nem, ez vágatlanul. Nem, teljesen vágatlan lesz. Igen. Akkor még nem mondtam csúnya szavakat. De nyugodtan. Bár majd a francba is... nem jut eszembe. Igen, a család is megnézi. Viszont a választékos szó használatodon mindig ki vagyok. Tehát ma is említettél már ilyen szavakat, vagy használtad, hogy szelence. De milyen gyönyörű. De hát ez egy teljesen átlagos szó, csak ritkán neked használjuk. Sajnos nagyon ritkán használjuk. Szóval ez a magyar tanár én, az így jaj, az zavarba, így megtalálja az zavarba útját. Hozol. Ne így a zavarba. Na szóval a videójátékokról szeretnék beszélgetni, hogyha most itt akkor nem akarunk ebbe mélyebben belemenni, akkor... Közben meg lehet egyébként, de minden... Akkor folytasd. Na, akkor csak annyi lezárva ezt, hogy az, hogy mi a játékoknak a lényege, ezen iszonyat mennyiségű rugózás megy, és ezzel kapcsolatban két fő iskola van. Ugye az egyik, akik a játékokat nem... tehát a játék elméletekből kiindulva, a játék mi voltukban
és ahhoz képest definiálják, ahhoz képest ebben látják a lényeüket. És van, akik egy a narratívának, az elbeszélés módnak, mint az irodalom, a képzőművészetek, a film, ezeknek egy új csatornájaként, vagy azoknak valamiféle elegye, és úgy új, hogy azokat az interaktivitással kiegészítő megnyilvánulása látja. És ha belegondolsz, az a két iskola teljesen más, hogy nézi a játékokat, mást is vár el tőlük, mást is tekint bennük értéknek, és ezen aztán tényleg végtelenség lehet veszekedni, meg rugózni neten. De hát ezzel a ludológusok, meg a játékkutatók, azok majd megharcolják ezeket a harcokat. Olyan értelme nem is feltétlenül fontos, de az, hogy olyan élményt tudjon adni, ez volt, amikor már mondtam, hogy mint egy egészen kivételes könyv olyan élményt adott már nekem játék, ezt biztos te is átélted már, de azt is átélted már, hogy bizony többet tudott adni egy játék, mint egy könyv, vagy mint egy film, vagy mint egy zenemű, mert igen, és az, hogy ahogy ez ötvözte ezeket, az egészen, a semmihez sem hasonlítható élmény. És akkor aztán, amivel szerintem tényleg nem menjünk bele, mert az egy iszonyatos csapda, hogy művészete, vagy lehet-e művészete a videójáték. Nekem nem kérdés. Akik általában az emberek ezzel kapcsolatban határozottan állnak valamelyik oldalon, nyilván a művészet definícióból is fakad, hogy amúgy te amúgy mit tartasz művészetnek, nem is a videójátékhoz való viszonyulás. Jogos. Aha. Én is úgy vallom, hogy szerintem is lehet, de aztán más kérdés, hogy erről nem is feltétlenül az a lényeg, hogy akadémikusan milyen eszmefutatást tudsz levezetni. Nem is tudom, gondolom, ahogy öregszem, egyre inkább vagyok annyira önző, hogy a saját élményeimet helyezem előtérbe, vagy azt tartom fontosabbnak. És abból kiindulva az élmény, amit tudtam kapni az évek során a játékoktól, hogy mondjak is valamit a Journey című játéktól. Képzeld, de mindenki ajánlotta, és azt én még nem játszottam. Akkor ez az öröm még előtted áll. Vagy most nem olyan régi volt a What Remains of Edith Finch, amiért nekem értem egyik legfontosabb játéka volt, ami egy egészen elképesztő élményt adott. Ezek mind olyanok, hogy vagy egyedi elbeszélés módjukkal, vagy egy nagyon egyedi megrajzolt világgal, vagy a nagyon máshol nem megélt atmoszférával, valahogy tényleg egy olyan emléket, vagy olyan élményt csomagot adtak át, amit máshol nem kaphattál volna meg. Most már lőj le, mert bármelyik tudok erről beszélni. Hát ezért vagy itt. Tehát, jó, én sem akarok ezzel rugózni, hogy akkor mi a művészet, meg mi nem. Ez ugyanaz, mint a e-sport, mert hogy... Igen, pontosan. Ott is abból fakad a vita a legtöbb helyzetben, hogy maga a sport alatt mit értesz. Nem az a lényeg, hogy a számítógéphez hogyan viszonyulsz. De én például ezt azzal szoktam lezárni, hogy hát akkor sportot nevezzük sportnak, az e-sportnak engem nem érdekel személy szerint, mert hogy mind a kettőben megvan a szépség, meg mind a kettőhöz kell, hogy legyen valami képessége, gyakorlás, kitartás, stb. És akkor tudod, ilyenkor jönnek, hogy miért a sok kis sport? Hát valaki odarakta. Így van. De hogy szóval jó, de hát az emberek nyilván... általában nem dolgok, hanem dolgok definícióin vitatkoznak. Nem a dolgok lényegével van problémák, nem az van problémák, hogy mondjuk ezzel ebben versenkessenek fiatalok, vagy nem. Itt általában szóhasználat, ami mindenkin fönnakad. Uh-huh. Vagy aki fönnakad, az akad fönn elsősorban. Figyelj, az én találkozásom a videójátékokkal az volt, hogy hát nyilván sokat sírtunk otthon, hogy szeretnénk valamivel játszani, és akkor anya vett konzolt, és akkor játszottunk rajta, és aztán már játszottunk gépen is, és én például szerintem az első ilyen úristen élményem, az a Max Payne 1 volt, ami ugye 18-as karikás játék, nem is játszhattam volna még vele, de hogy így végig játszottam, és így nem hittem el. És akkor ismerkedtem meg a noir műfajjal, hogy ja, ez így van, és hogy vannak ilyen filmek, meg regények, meg ez egy stílus, és azt a mindenit, és akkor jöttem rá, hogy mennyire fontos az, hogy milyen a karakter, milyen a látványvilág, milyen a történet, milyen a zene. A zene, igen. Pontosan is, ugye nekem anyukám énektanár, úgyhogy amikor találtam olyan játékot, aminek nagyon szuper volt a zenéje, akkor ő azt értékelte, és tudtam neki mondani, hogy anya, ezt figyeld, micsoda, és akkor hallgatt, és ez szuper. Szóval a Game Day iroda ezért született, hogy elmondjuk játékokról, hogy most nem azért jó, mert hogy van benne rakétavető, hanem azért... Az sose rossz. Igen, az se rossz, de hogy azért jó esetleg valami, mert mondjuk A-ból B-be úgy jutsz el, hogy
hihetetlen sok élményt kapsz. Igen, és ez nem kell elitista módon hozzáállni. Tehát ez nem egy olyan, ez nem ilyen lila ködös, merengős, olyan kozmikus ráhangolódásom volt, hogy beszarsz. Tehát, hogy nem az a lényeg az egészben, hogy ezzel valami kirekesztő magatartást erős is, vagy hogy mindenképpen magat érez többnek. Nagyon látod véletlenül a Velvet Buzzsaw című filmet? Nem, na látod, erről beszéltem egy 10 perce, hogy ilyeneket előszedsz. Ja, ez Netflix-es horrorfilm, úgyhogy nem a Jake Gyllenhaal a főszereplője. És egy elég nagyon fura film egyébként, de amit miért nagyon érdekes, az, hogy ahogy megrajzolja a mostani kortárs művészet bizniszt. Ott is az van, hogy ugye van egy világ, aminek van egy végtelenül álságos és ellenszenves arca, de ott van mögötte a tehetség és az igazi művészet, ami megérint a katarzis. Tehát ez is olyan, hogy két teljesen különböző összebékítetlen tűnő világ, de hát a valóságban mondja, nyilván megvan ott is ennek a két arca. Na, ugyanaz van játékokkal is, hogy vannak ez az artsy games, amit némi lesajnálása, vagy némi, nem is tudom, mit szoktak hivatkozni, de vagy vannak ezek azok a játékok, amikből így direkt száműzzik azt a fajta akciót, ami inkább a harcot, nem is az akciót, és ezeket a walking szimulátornak szokták hívni, szintén egy kicsit provokatív, kicsit derogáló hangnemben. Ez is olyasmi, tudod, hogy tehát egyik sem jobb a másiknál, egyik sem magasabb rendű a másiknál. Ha te ettől a játéktől meg tudod kapni azt az élményt, vagy megérint valami egészen eddig ismeretlen módon, ott valami értékteremtés. A Max Payne 1 esetében nem hiszem, hogy bárki mindjárt kommentbe leírják, hogy ők jobban tudják. Igen, de hogy kevesen vitatnák, hogy ez tényleg egy klasszikus, egy instant klasszikus játék volt, ami nagyon sok szinten újította meg a műfaj, stb. Tehát a különböző számos értéke van, de nem mondaná senki egy művészieskedő játéknak. Viszont ott van például a Journey, amit mondjuk így, akkor mindegy, hogy még nem játszottál vele, de... Én azt tudom, hogy végig kell menni. Menni kell. Egy út, hát egy Journey. És igen. Egy gyönyörű a zenéje, amit tudok. Igen, az is igaz. Igen, de ott például olyan értelemben ott tényleg egy művészi koncepció bontakozik ki, ami igazából valószínűleg nem is kézenfekvő, hogy játszol a játékkal, de hogyha gondolkodsz rajta, meg esetleg olvasol a készítők interjúkat, akkor mesélik, vagy elmesélik aztán, hogy mi volt a mögöttes elképzelés, és hogyha abból így visszafejtett, hogy hogyan is épült föl, milyen útat is jártál be a játékban, akkor így ezért megüt, hogy micsoda elképesztő. Ez mindig csak utólag szabad egyébként. Ezzel most nem mondtam szerintem semmi olyasmit, amivel spoilertem volna, de egyébként meg igen, persze. Tehát ez magadnak öröm felfedezni, vagy ha nem fedezted föl, így megtudni utóra, meg azért öröm, hogy az még inkább rácsodálkoz, hogy lett volna ennek még egy ilyen olvasata is. Hát Limbo, Inside, ezek igen. A játékok. Na hát csak az Inside, ez nagyon nagy kedvencem, igen. És például az Inside-ot tök máshogy értelmeztem, mint ahogy azt egyébként értelmezni kellett volna, és nekem... Hát az elég egy nyitva hagyja. Hagy teret az értelmezésnek, hogy mondani szokás. Hagy teret az értelmezésnek, és hogy ez a szép, amikor tök igen. Sok mindennek meg lehet feleltetni. De akkor most, ha már a walking szimulátoroknál tartunk, nem tudom, hogy játszottál a Detroit-tal, végignyomtad-e bármelyik nem megát. Fejeztem be, de elkezdtem. De hogy nekem az például ilyen azért over the top, mert hát aki dolgozott már valaha filmben, nem kell, nem videójátékon, filmen, és amikor így azt mondják, hogy akkor volt kb. 300, nem, hogy is volt? Összesen egy év forgatási nap, tehát 360 vagy 300 forgatási nap, de az a lényeg, hogy abból 200 volt szöveges, a maradék meg a mozdulatok. Tehát, hogy ennyit forgattak emberekkel, igen. Hogy azt betolják a videójátékba, és hogy lehet mondani azt, hogy jaj, mert a sztori az egy kicsit ilyen szájbarágós, meg sablonos, meg valami, de hogy azt kell mögötte látni, hogy ezt a kvázi sablonos sztorit A-ból B-be eljuttatni, úgy, hogy ugye 17 vagy mennyi különböző vége van, és hogy össze-vissza mehet, az valami olyan írói teljesítmény, meg olyan munka, hogy programozói szinten, meg látványtervezői szinten, hogy az valami fantasztikus, és akkor végén nyilván over the top, amikor lehet vitatkozni, hogy művészet, nem művészet, de amikor mondják a
a videóban, a behind the scenes videóban, hogy ja, hát igen, ugye van három főszereplő, és mind a három főszereplőre jutott egy zeneszerző, mert hogy a karakterre írták a zenét. Mm-hmm. És hogy egy azon ember ne írja az egész játék soundtrackjét, hanem minden ember megkap egy karaktert, azt tanulmányozza, beleéli magát, és úgy csinálja meg, még a hangszerek, a dallamvilág minden különböző. És ez például nekem nem tűnt föl játék közben, hanem a játék után megnéztem a behind the scenes videókat, és így leesett az állam. Valahol ennek ott kell lennie, az Uncharted-et szokták felhozni példának arra, hogy olyan apró részletek vannak benne kidolgozva, amit hatalmas az esély, hogy meg se látod, elmész mellette. Mint hogyha ha megfelelő szögbe forgatod be a kamerát, akkor a Nathan Drake-nek a fülén ugye átsüt, átviláglik a napfény, ugye látod, hogy ahogy a valóságban bárkinek ugye a fülén. Ez egy olyan apróság, ami most vagy meglátod, vagy nem, de ha meglátod, akkor viszont rengeteget dob az egészen. Ez is ilyesmi, hogy ezt valószínűleg nem vetted észre, de valahol meg azért csak hatott ez. A Inside-nek meg valami egészen durva, valami koponyát is használtak a soundtrackjében, valami arra volt kikötve, az zengette meg valami erősítő, meg bolond zeneszerző. Ez nagyon kemény. Ez biztos, hogy nagyon izgalmasra teszi a mai játékoknak egy jelentős részét. Más kérdés, hogyha azt mondod, hogy elszomorít a játékok állapota, tehát vannak ilyen egészen nagyszerű, nagyívű produkciók, amik ilyen igényességgel, meg ilyen elhivatottsággal készülnek, viszont ahogy a játékok fejlesztési költsége egyre magasabb, ezért egyre nagyobb szakadék látunk szerintem az indie és a AAA címek között. Ezen lehet szomorodni egyébként, de szerencsére azért vannak olyan AAA címek is, amik bár nyilvánvalóan valahol mélyen, patika mérlegen ki van mérve, hogy a lehető legszélesebb célközönségnek legyen majd az vonzó, hogy minél többen vegyék meg, de mégsem érzed úgy, hogy kilóra eladták volna magukat, és kieresítették volna magukat. Vannak olyan játékok, ahol igen, ahol tudod, hogy nem kell elmesíteni, úgyis tudja mindenki, kiről van szó, ahol érzed azt, hogy mondjuk a részvényesi szempontok, azok fölírják azt, hogy mi lenne az igazán emlékezetes, szuper jó játék, és mi az, amivel a rövid távú, középtávú, üzleti éven belüli bevételt még maximalizálni. Na de ez az, ide akarok kiukadni amúgy, hogy amit észreveszek, az az, hogy AAA címekből nagyon kevésben lehet most már megbízni. Nem azt mondom, hogy kevés sikerül jól, hanem megbízni. Mert hányszor kiderült az utóbbi évek során, hogy kijön egy tréler, és mekkora kamu. És ami nekem az agyrém, az abszolút agyrém, az az, hogy kijön egy tök jó tréler, emberek előrendelnek, megjelenik a játék, fele nem igaz, majd kiderül, hogy még mennyit kell rákölteni, mert ilyen DLC, olyan DLC, lootboxok, stb. És közben amit megvettek az alapjáték, se úgy működik, ahogy az írva volt. Szóval én azon vagyok kiakadva, hogy ha ez megtörténik egy fizikai termékkel, egy autóval, egy telefonnal, egy bármi, csődbe megy a cég azonnal. Ez így van. Hogy máshogy mérlegelik ezt a fajta digitális... Máshogy készül egy videójáték. Tehát azért ne felejtsd el, hogy ahogy ugye mondtam is, hogy semmiből jön létre a valami. Minden gyártás így néz ki, de hogy nagyon sokáig sötétben tapogatóznak, mire aztán összeáll és kipróbálható lesz. Hogyha néztél videók, biztosan ezer is egy ilyen behind the scenes videót néztél te is, amikor fejlesztés során elkezdik, ugye először mindig ugye az engine-t rakják össze, vagy alakítják át, és iszonyat sokáig a játék átélhető, ráérezhető, már olyan majdnem elérhető közelségben, csak nagyon-nagyon későn kerül a fejlesztésnek egy későbbi szakaszában. És ott derülnek ki csak olyan dolgok, amiken full el tud csúszni bármi. Tehát azok az igazán jó játékok, ahol semmi sem von le ebből a beleélésből, semmi sem vonja el a figyelmedet, a béna zene, a rossz szinkron, a ügyefogyott irányítás, a technikai bugok, a ronda grafika. Ha bármelyik már problémaként megjön, az már úgy kiránt az élményből. Uh-huh. És az, hogy minden passzoljon úgy, hogy a legtöbb csak a végén látod, hogy na, mit is, mint a puding, próbálja megevést. Hát itt nem az van, hogy azért a megjelenés napján derül ki, hogy milyen is az a játék a fejlesztők számára,
De tény az, hogy mondják azt, hogy a Destiny, össze beszélek. Mondhatunk példákat. A Destiny-nél ugye sokan felrólják, hogy ugye kicsit olyan sablonos, mert béna volt a sztori, viszont azt szinte mindenki elismeri. Én hirdetem tiszta szívből, hogy a játék élmény, tehát a gunplay, ahogy FPS-ként, ahogy ott amilyen abban a játékban, amilyen szuper abban a játékban a lövöldözés, az egy annyira elkapott, annyira jó élmény, hogy viszi a hátán az egészet. Na most egy ilyen gunplay az nagyon nagy részben programozás, és egy icipici százalékban zsenialitás, de a technikai paramétereken nagyon-nagyon sok helyen már az elhasonlhatott volna. Az pedig egy nagyon-nagyon szerencsés, nem csak szerencsés, mondom, de nagyon-nagyon nagy százalékban szerencsés együttállás volt, hogy ez így meg tudott valósulni. Szóval szerintem ez a probléma a videójátékokkal, hogy egy csomó ideig maguk a fejlesztők sem tudják, hogy ebből mi lesz. Rengetegszer teszed föl te is azt a kérdést, hogy a francba adták így ki. Hát ezek nem amatőrök, ezek nem dilettánsok, de tudták, hogy mi készül, de aztán nyilvánvalóan egy év, másfél év után látják, hogy nagyon maradt még a büdzsénkből 5 hónapnyi fejlesztésre elegendő Della, mit tudunk abból kihozni? Akkor elkezdik kivagdosni a feature-öket, elkezdik meghúzni a Dexiert. Tehát ez projektmenedzsment. Igen, és, de hogy ugye itt jön be az, amit mondtál, hogy akkor részvényes adott pénzügyi éven belül ezt ki kell tenni különben. Nagyon-nagyon szerencsés, jó. És nagyon-nagyon ritka az a helyzet, amikor amikor művészi szabadsága van a fejlesztő csapatodnak, amikor azt mondják, hogy figyelj, fizetjük a cechet, csináljátok frankó játékot, nincs más dolgotok. Nem is itt húznám meg, hogy művészi szabadság megvalósuljon. Hanem a kreatív szabadság. Nem is az, hogy kreatív szabadság, hanem ott vannak a first party címek. És én például ezért szoktam a konzolokat reklámozni, megisteníteni, mert nekik az a lényeg, hogy a hardvert el tudják adni. És azt csak jó játékkal lehet eladni. És arra ők nem hagyatkozhatnak, hogy majd valaki csinál rá jó játékot, megveszi a licencdíjat. És akkor oda is értünk, hogy akkor Mario sorozat, Zelda sorozat Nintendo-ra olyat abban a műfajban senki nem csinál. Uncharted, Last of Us, God of War, PS-re. Abban a műfajban olyat senki nem csinál. Xbox-ra nem sok mindent tudok mondani, például Ori and the Blind Forest meg a Forza sorozatok olyanok, hogy a másik senki fasorban nincsen ezekhez képest. Hmm. És ugye itt rá vannak kényszerülve, hogyha nem lesz jó az a játék, amit ők csinálnak, és ők megmutatják, hogy mire képes a hardware, utána másnak nyilván nem lesz kedve fejleszteni, a játékosok meg azt fogják mondani, hogy miért vegyem meg azt a konzolt, hogyha azon is csak Call of Duty van. Ebben szinte teljes egészében egyetértünk. Tehát, ja, nem egyetérteni, vitatkozni akarok, csak én így bedobom ezt, ja, és kíváncsi akkor, vagyok, akkor, hogy mi akkor, a reakció. Akkor azt mondom, erre. Hogy én is szinte teljesen így látom, de azért itt még azért több faktor is játszik. Például a Sony és a Microsoftnak a szembenállásán ebben a kérdésben, tehát mondjuk az exkluzív címeiknek a minőségét tekintve, vagy akár együtt nézve az előző generációval, mi volt X360-on és Xbox One-on versus PS3, PS4, hogyha egyben nézed, az már sokkal színesebb és sokkal izgalmasabb. Persze, kép, hogy miért és nagyon sok jó boxos játék is van. Igen, szóval ott például mondjuk cégvezetés, vagy hogy mondjam, stratégiai szempontokat teljesen másfogy értelmez két cég, és az egyik azt érzed, hogy sokkal jobban az Excelben tartja a fejét, míg a másik az azért nyilván ők is, de hogy nagyobb rugalmasság, vagy nagyobb puffert engednek az Excelben nem kimutatható tényezőknek. Ami például az, hogy mennyire vagy love brand, vagy mennyire elhivatottak a rajongóid, mennyire fanatizálhatók a híveid. Az Xbox, egy példa, Last Guardian, Ueda. Igen. Az, hogy a Fumito Ueda egy zseni, azt mondjuk szerintem senki nem vitatja. De az, hogy ennyi éven át, ennyi bukdácsolással ez a projekt ne a kukában végezze, az a Microsoftnál szerintem elképzelhetetlen lett volna. Aha, értem. Aki nem tudja, most aki ezt nézi, vagy hallgatja, ugye egy nagyon nagy nevű japán fejlesztő, és csinálták a
következő hiper-szuper játékot, és gyönyörű. Volt az Ico nevű játék, ami nagyon nagy siker lett, Franco is volt, és aztán még a PS2 érában, és még PS2-re még ígérték a következő rendelvást, a Last Guardian-t, amiből előbb PS3-as cím lett, aztán végül örültünk, hogy egyetlen PS4, mert aztán 7 éven át ilyen totál hírzárat volt ezzel kapcsolatban, lesz ebből még valaha bármi is. És aztán csak nem, kiadta hát a Sony 7 év után. Csak kiadta, de hát nem a legfényesebb, drága kő. Hát nézd, az, hogy a játék milyen, arról lehetne külön beszélgetni, az, hogy ez a játék, hogy van ilyen játék, mint ez, az egy fantasztikus dolog, mert ez megint csak egy olyan játék, amihez hasonló nincsen, és mint olyan a játékvilágot, a játékvilág egészét gazdagítja. Tehát mondjuk így is érdemes nézni a címeket, hogy melyik mit tett hozzá azért milyen fejezetet írt a játékvilág nagy könyvébe, hogy legközhelyesebben fogalmazzak. És hogy mekkora siker lett, anyagi siker lett, vagy milyen mértékű érzelmi elköteleződés, vagy egy érzelmi megindultságot váltott ki a játékosokból, az egy külön mese. Azok, akik várták ezt a játékot éveken át, vagy pedig nem tudom mennyire várták, de aztán végül játszottak vele, és hatalmas élményt okozott nekik, azokat az embereket lekötelezte a Sony ezzel a lépéssel, és vélhető volt már menet közben is, hogy a játék az a fejlesztési költségeit, meg hogy általában a költségeit már nem fogja behozni, de mégis valamiért más fronton, más szempontok szerint volt ez akkor érték, hogy ezt a Sony mégis megfinanszírozta. A Microsoft nem hülye. Ők nagyon-nagyon jó üzletemberek és menedzserek ülnek ott is. Az biztos, és több pénzük is van egyébként. Hát nem is kevéssel. Nem is kevéssel. Így van. Úgyhogy őket sem kell félteni, és ők is hajlandóak nagy áldozatokra egy jó játékért. Tehát például emlékszem, a Halo 3-nál volt egy ilyen cikk arról, hogy milyen elképesztő összeget, meg milyen technológiát vetettek be ahhoz, hogy a legaprólékosabban kiteszteljék azt, hogy ilyen hőtérképekkel nézték például, hogy a Halo 3 multis mapjain hol, hányszor halnak meg az emberek, hogy teljesen kibalanszolják, hogy attól függetlenül, hogy melyik oldalon indulsz, melyik hozpanolsz, melyik csapatként, egyenlők legyenek az esélye egy nem szimmetrikus terepen. Ez marha érdekes. Szóval, és akkor valami iszonyat fejlesztő laborja, vagy egy teszt laborja volt a Microsoftnak, és hát minden, semmi sem volt drága, de a Halo 3 az legyen, és a Halo 3 olyan is lett. Tehát azért az akkor Sony, vagyis a Microsoft akkor tényleg a csúcson volt a Halo 3 érában. Hát ez robbantotta be a konzolon az online multiplayer-t. Hát igen, csak ugye nem tudom, nem vagyok nagy cégvezetője, meg nem vagyok se részvényes, meg semmi, de hogy nagyon kevésszer van az, hogy így azt mondják, hogy ezt akkor így benyeljük, hogy jó, legyen kiadva. Ez nagyon ritka dolog. Legyen a fejlesztési idő kitolva, adunk még pénzt bele, és még úgy is megcsináljuk, ha esetleg nem annyi jön vissza. Most akkor ilyen mértékig nem látok bele egyébként, tehát én csak gondolom, hogy mik lehetnek. Illetve nem tudom, a Jason Schreiernek a Blood, Sweat & Pixels című könyvét, azt olvastad-e? Szerintem lehet, hogy ezt te ajánlottad. Hát a Dave is ajánlhatta, én is ajánlhattam. Lehet, hogy a Dave, nem tudom. Dave-nek is nagyon tetszett. Nem ez, amikor több különböző sztori van összegyűjtve, és akkor a... Uh-huh. A de gyorsan akartam mondani. Egy Kotaku szerző, egy riport kötet gyakorlatilag. Ugye arról is ír, hogy a Witcher-nél hogyan fejlesztettek, milyen problémák voltak, meg milyen tesztelések. Írta, mi a farmeres játék? Stardew Valley. Stardew Valley is. Az egy nagyon érdekes olvasmány. Az egy kőkemény sztori. Hogy milyen szinten kattant be már a faszi a végére. Hát nem csodálom, full egyedül lefejleszteni egy teljes játékot. Ez azért szerintem már bocsánat. Lehetetlen egy csapatnak lenni. Ez azért egy ponton már butaság is. Amikor nem igaz, hogy nem tudsz legalább egy embert még magad mellé, akiben megbízol. Hallod? Ez könnyű mondani. Hogyha így dolgoztál világ életedben, akkor ugyanolyan nehéz. Olyan, igen, tehát nagyon-nagyon nehéz néha delegálni. Tehát melyik részét, tehát hol vágod el ezt a dolgot, hogy melyik részét tudod jó szívvel átadni. Ha valaki, megvan az előnye annak is, hogy teljes kontrollod van egy termék, vagy egy születő valami fölött,
nem is tudom, ki mondta a író, hogy milyen szinten nem érti a koprodukcióban készülő könyveket, hogy egy könyvet hogy lehet többen írni, mint egyedül, miközben azért mondjuk születtek már remek regények egyszerre több írótól is. Na mindegy, szóval igen, és hogy... Nem, azt akartam szóval, mondani, hogy akkor ezt így nem érdemes néha benyelni a presztízs miatt, hogy inkább legyen valami játékod, hát de biztos az lenne, biztos, de van, na hát és akkor itt jön képbe az, hogy na, és akkor ott szépen le van írva, hogy ott azért belelátsz egy kicsit így a fejlesztők szemüvegén keresztül is, megérted egy picit, hogy milyen mechanizmusok vannak a háttérben, a kiadókat is jobban megérted. Azt is megérted például, hogy mit jelent az, hogy növekedési kényszer van az óriás kiadóvállalatokon, amikor például az van, hogy megjelenik a szuper sikerjátékot, az micsoda teher a következő évre nézve, mert utána nem lehet minden évben Diablo 3-at kiadni. Igen. Akkor felrobbannak a kasszák, ömlik a pénz, és következő évben minden cég akkor teljesít jól, ha növekszik. A következő évben nem fogod tudni hozni ezeket a bevételeket, és hogyha visszaestél, akkor az a halál. De még hogyha újra hoznál egy Diablo 3-at jövőre is, amit nem fogsz, de ha mégis, akkor is még csak stagnálsz. Tehát egy növekedned kell, mert így erősödik, így nő egy cég, ettől elégedettek a részvényesek, stb. Ez pedig irreális pálya. Hát persze, hát matematikailag egyszerűen nem lehet a végtelenségig növekedni. Vagyis hát elvileg úgy kéne, de tehát ez egy nem létező világ, amiben a végtelenség lehet növekedni. És ez a másik pont, amin felcseszem magam, hogy felgyorsult minden, és pont emiatt az üzleti kényszer miatt is, szerintem ez az egyik oldal, hogy jönnek a részvényesek, és hogy mik voltak a tavalyi számok, most is kell egy blockbuster, stb. És én szeretném hibáztatni a gamereket is, akik kapnak egy tök jó játékot, eltelik egy-két hónap, lecseng, hol a következő? És az az át. De most nem tudom, hogy ezt most hogy nevetsz. Nekem, én ezt látom magam előtt, hogy az emberek elszoktak attól, hogy kijött egy játék, akkor én azt az elejétől a végéig teljesen odafigyelve megnézem, végigjátszom, megélem, átélem, és utána azt meg is kell emészteni. És hogy most az van, hogy Battle Royale, Spawn, meghaltál 2 perc alatt, következő forduló. És erre van beállva az agyunk. Ahogy ugye ráállt az agyunk a gyors YouTube videónézésekre, meg most már Instastorykra, pár másodperc, a videójátékokon belül is, akkor hopp egy ilyen gyorsat, és az, hogy tényleg gombamód szaporodnak a játékok, és mindenki próbálja ugyanazt csinálni, ami sikeres, ez szerintem egy ilyen soha nem látott ilyen, hogy hívják ezt, ilyen hűtlenséget is hoz a játék piacon. Most próbálom az én meglátásomat szépen elmondani neked, meghívtalak vendégnek, hogy beszélhessek a világszemléletemről. Nem csak abba gondolj bele, hogy kijött a PUBG, mindenki PUBG. Kijött a Fortnite, előtte a mobákkal, de hogy mindenki játszol a Fortnite. Kijött az Apex, átszaladt mindenki, Épex. Hát ilyet, ott maradt a Kevin, aki meg nem is, meg se nézte a másikat, csak szarozta. Igen, az nyilván az a tipik, de hogy ez szerintem annyira káros a játékpiacra nézve, mert akkor jönnek a részvényesek, az XY cégnél lehet, hogy soha nem csinált Battle Royale-t, és azt mondják, hogy ezek jó számok, ezt a játék, ezt tudja, csinálunk egy ilyet, hajrá, de legyen sokkal jobb. És ott áll a szerencsétlen programozó, hogy ne... Vagy nem. Tehát, hogy én azt látom, hogy egyszerre részvényes oldalról is baj van, de játékos oldalról is baj van. Hát, nézd, nagyon érdekes, ahogy mintákat rajzolsz föl olyan piaci mozgásokban, amik tehát szerintem túl sok tudatosságot feltételezel a piaci szereplőkről, értve ezzel a kiadókat is, meg a játékosokat, és főleg a játékosokat, mert ők azért egy ilyen massza zombi hordaként, most kicsit csak a Days Gone-oztam. Nagyon jó a Days Gone. Képzeld el, ott van a géped, és még nem volt időm elindítani
Mondd, hát, hogy mondjuk, én nagyon várom. Én becsülöm ezt, becsülöm, hogy így állsz hozzá. Én sokkal rosszabb helyzetben vagyok, mert napok óta sokkal többet játszok, mint amennyit már az utóbbi időben engednék magamnak. Ez jó jel. Akkor... Hát ahogy vesszük. Mert, kérdezz meg a feleségemet el. Mert hogy az van, hogy a mai podcast felvételek után nekiállok dézganozni. Csak na. Hogy például én azt nem tudok úgy leülni egy új játékhoz. Bocsánat, hogy kiszakítottam a kevét. Nem tudok leülni úgy egy új játékhoz, hogy kijött, elindítom, negyed órám. Mert ez egy nagyon szimpatikus hozzás, hogy te csinálod. Én ennél sokkal hamsóhápan vagyok. Tehát én nem bírom ki. Én nagyon sok játékban nézek bele. Nem bírna, Jézusom. És most már tényleg egy az értékítéletnek valami kis csúcsának tekintem azt, hogy megajándékozok egy játékot a sok-sok órányi figyelmemmel. Tehát mondjuk egy Odyssey például az bármennyire is szuper jó, annyira nem jó, mint amennyi időbe kerülne azt végigjátszani. 90 órán van benne, imádtam. Na, hát neked megérte. Nekem igen. Én konkrétan bármennyire is élveztem, annyira azért nem élveztem, hogy ne sajnáljak már rá ennyi időt. Uh-huh. Márpedig ez a 90 óra is még olyan, hogy még oda még lehetne benne. Sehol nem tartok, persze. Igen, hát az Zelda sem mondanám, hogy egy ilyen speedrunnal mentem volna benne. Bár én nem az a fajta rajongó voltam, aki szóval tett, hogy miért csak az utolsó 200 órányi kalandozás, ami látszik a térképen. Jézusom! Szóval... Ott voltunk, hogy igen, gamer horda az egy massza, és nem annyira tudatos, mint ahogy én igen, azt feltételezem. Igen, mert nagyon sokféle emberből áll össze az, hogy a gamerek hogyan viselkednek. Nagyon nem vagyunk egyformák, van, aki ilyen, valaki amolyan. Hát kommenteket olvasva is az emberben kialakulhatna valami hamis térképzet arra, hogy mit is gondol a tömeg, de szerintem inkább csak fura kivételek összegei vagyunk. Úgyhogy tény az, hogy mondjuk az Electronic Arts-szal kapcsolatban gyakran felvetették, hogy akkor miért, hogyha a gamerek nem fizetnék ezeket a mikrotranszakciókat, például a FIFA több pénzt hoz már be ezekből a mikrotranszakciókból, mint maga a játék eladásból, már pedig játék eladásból se hoz be rosszul a FIFA. Hogy akkor szavazz a pénztárcáddal, és hogy ne költs a hülyeségre. És nem pedig egy gamerek egyik csoportja elkezdte szidni a gamerek másik csoportját, hogy a sok hülye, hogy miért fizet ér. Tehát nem lehet így, ezzel így nem érsz el változást, meg nem tudsz így szerintem ezekre a folyamatokra hatni. Meg kell barátkozni a gondolattal, hogy ez olyan dolog, mint az, hogy nem kell aggódni a zeneiparért összességében, szeretni kell a zenét, és megkeresni azokat a zenéket, amik neked fontosak, és ezt úgy fogyasztani, ahogy neked az jól esik, akár lemezformájában, akár előfizetés formájában, akár kimész koncertre, és úgy a zsárban fekve a holland turisták között a szigeten. Szóval teljesen rajtad múlik, hogy hogyan. Játékoknál is ez van, hogy ami érték, amit szeretsz, ami megérint, annak megtalad a platformját. Lesz olyan játék, most is talán elég olyan játékot, amivel életed végén játszhatnál, és olyan, ami neked való játék, akkor nem kell abban az istállóban keresni azokat a címeket, amik már okoztak sokszor csalódást. Persze aztán lehet érdemes újra és újra revidálni a nézeteidet. Én például Ubisoftnál nagyon kiakadtam tavaly, tehát és most pedig a Division 2-nél viszont most megbocsájtottam nekik. Tehát a Ubisoftnál például ezt éreztem, mert tényleg annyira telepatika mérlegen van kimérve az, hogy ilyen lelketlenül adagolva az, hogy mi mindennek kell benne lennie, milyen arányban, hogyan, hogy valahol elveszett belőle valami szikra. Míg a Division bármennyire is szintén tömeg vonzerőre appellált, azért volt benne az a plusz, ami az igazán nagy játékoknak a sajátja. A God of War legjobb példa. Úristen, hát az én nem tudom. Sokszor szokták mondani, mert ez hülyeség, hogy egy játék miatt vegyél konzolt, és például szoktam mondani, hogy csak a God of War miatt megéri PS4-t. Vagy a Rez miatt PSVR-t. Igen. Csak a Zelda miatt megéri Switch-et venni, mert hogy amíg nem játszol vele, nem tudod. Nincs az a trailer, nincs az a haveri tanács, nincs az a gameplay videó, ami átadja azt, amikor te fogod a kontrollert a kezedbe is. Hát meg hozz vissza, hogy azt a hány órát, amennyit eltöltöttél vele, az milyen időtöltés volt, micsoda élmény. Én nagyon-nagyon úgy érzem, van egy pár olyan játék, nem sok, de van egy pár olyan játék, aminek nagyon-nagyon sokért nem adnám, hogy,
hogy ezt átélhettem, ezt az élményt, és nagyon fájna, ha ezt elvesztelném, vagy nem kaptam volna meg. Ezek persze jöhetnek bármilyen irányból, és nem kell ezeknek feltétlenül ilyen epikus léptékűnek lenni, mint mondjuk a God of War, vagy a Last of Us volt. De azért mondjuk ott... Igen. Tehát ott az azért nagyon-nagyon szerencsés, és nagyon-nagyon ritka együttállása a dolgoknak. De persze vannak kicsi falatok is, amik nagyon fantasztikusan tudnak elsülni. Volt tavaly egy a Stöki és a Gret Checkpoint Igen. Adásában volt egy beszélgetés, a Sasa meg én voltunk még ott két hátramozdítónak, és a tavalyi év játékait listáztuk, hogy kinek mi volt. És én akkor ajánlottam a Stöki meg a Gret, egymás szájából kapkodták ki, azt mondta, hogy a Return of Obra Dinn, hogy az mekkora egy... PC-s cím, úgyhogy... Valami indi? Hát igen, egy ilyen minden értelemben, majd ha meglátod, akkor meglepődsz, hogy milyen képi világú, de teljesen egyedi koncepció, teljesen én soha semmi hasonlót nem láttam, lehet, hogy persze volt ennek valami előzménye, csak ezért minden játékkal is játszok. Bár a feleségem szerint igen, és mindenket meg is veszem, ami egyébként szintén nem igaz. Szóval egy nagyon egyedi, nagyon fantasztikus, és nem is öltem bele aztán annyi időt, mint amennyit még igényelt, valami azt sem fejeztem be, de maga az a tény, hogy kipróbáltam, hogy játszottam, mert átéltem egy új élményt, ez és ahhoz még csak konzolt se kellett venni, mert az egy PC-s cím volt. Na de várj, mondtad, hogy én többet nézek ki, több tudatosságot nézek ki a gamer társadalommal, mint ami valószínűleg benne van, vagy ami mozgatja, és közben azt mondod, hogy elvileg szavaznak a pénztárcájukkal. Ja nem, az nem, nem. Hát elvárnák, hogy szavazzanak. Én örülnék, hogyha szavaznának a pénztárcával. Hát igen, de és ezért mondom, hogy nem ennyire tudatosak, hogy például a tudatos vásárló kezdeményezés is arról szólna, hogy így gyakorol nyomást, de nem, ez is visszafele megy az Excelből. Most nem akarok tényleg nem lenéző, meg semmi, nem akarok ezen itt rendelni, bár rendelni nagyon, nagyon népszerű dolog, de hogy én tényleg így objektíven azt nézem, hogy van itt egy teljes áras játék, ami most már nagyon, nagyon drága egy teljes áras játék, ugye 59,99 általában euróban, tehát 20 000 forint. És hogy megveszünk egy teljes áras játékot, és utána kiderül, hogy season pass, meg skinek, meg lootboxok, amiket néha-néha kapsz, de ha költesz még a teljes áras játékra, akkor lesz majd az experience, az ilyen asztal, pont az, hogy ez a minden szegletét láttam a játéknak, és engem ez azért bosszant, mert ez tényleg olyan, hogy mintha megvennél egy autót, és az autónak tényleg csak annyit kéne tudnia, hogy A-ból B-be elmegy, és nem romlik el. Uh-huh. És hogy különveszed az ülést, különveszed a rádiógomb-tekerőt. Jó, de azért ez ritka, amikor valaki ennyire arcátlanul kiárusítja, vagy a saját koncepcióját. Most azért volt egy durva példa ezzel kapcsolatban, és nem tudok pontos számokat mondani, de azt hiszem a legújabb Dead or Alive, a nagy csöcsű verekedős. Na jó, hát ők azért már ismertek voltak erről a piaci magatartásukról. Hát de össze volt számolva, azt hiszem, hogy a játék maga kerül 59,99-be, és még az összes skin minden tököm, az valami... Nem akarok hülyeséget, de 1300 euróra jön ki. Na jó, de nézzem mondjuk a Paradoxnak a játékait. Mondjunk példát, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri a játékokat. Paradox csinálja Crusader Kings 2-t, mondjuk. A nagyon bonyolult, meg szóval a nagyon a Grand Strategy. Grand Strategy-ket, igen. A bonyolult és jó összetett Grand Strategy-ket. Ők svédek, ha jól emlékszem? Nem tudom, valami bolond északi név. Hát ott a sötétben, meg az drága alkoholtól teljesen meg vannak kattanva, úgyhogy nem csodálkozom, hogy ilyen játékokat tolnak. És hát ugye ott például az van, hogy van egy alapjáték, aztán pedig van viszonyatos összeg, hogyha minden kiegészítőt meg akarsz vásárolni hozzá. Viszont már az alapjáték önmagában annyira komplex és kiterjedt, hogy szerintem senki, aki ezzel a játékkal eltöltött már 300 órát, akkor nem fog azon panaszkodni, hogy még ki kell pattintani a nem tudom hány eurót a még 80 óráért. Igen. Tehát ez így más. Nehéz ezt így mérlegre tenni. A végén úgyis az lesz, hogy impulzívan vagy megveszed, vagy nem veszed. Illetve másrészt meg nyugodtan lehet tájékozódni, meg lehet nézni a Game Day videóját róla, el lehet olvasni a GameStar cikkét róla. Más hát nyilván most csak a példakedvére emeltem ki ezt a két nagyszerű brendet, de szerintem erről szólnak mi felelősségünk. Én is szoktam másokat nézni.
Hát, hogyha egy olyan játék érdekel, mondjuk, amivel tudom, hogy én nem vagyok otthon. És mit mond róla XY, akinek mondjuk úgy gondolom, hogy lehet adni a véleményére. Nem azt mondom, hogy hát, el kell hinni mindenkinek mindent. Nem, meg információt... valamikor az ízlések. Én megértem ezt többször, hogy van olyan, egyébként nem csak játéktesztek esetében, nyilvánvalóan bármi filmes tesztnél is, vagy sőt, igazából még egy közéleti cikknél is, hogy az első dolgom azt megnézem, hogy ki írta, és már megvan az a néhány szerző, van olyan médium, ahol tudom, hogy tényleg bármikor vakon elhiszem, amit ír, mert annyira beszokott találni, amit ő ír, az én ízlésem, annyira párhuzamos, öt meg nem. Van, amikor már a akkor megjártam, hogy kiírta a cikket, akkor jaj, jó, akkor hagyjuk, figyelj, hagyjuk én a, is. Én a meta oldalakról akkor szoktam le, még mindig rájuk nézek, a meta oldalakról akkor szoktam le, amikor 2 filmet láttam 1 hetes különbséggel moziban. Az egyik volt a Mortal Engines, ugye ez a, nem tudom, mi volt a magyar címe, de ugye a Spielberges, a Spielberg, ugye? Igen. Nem tudom. Azt hiszem, úgy emlékszem, a nagy, egy fantasztikus steampunk regényből egy darab film, és utána volt Aquaman. Uh-huh. És így néztem a metán nyilván, hogy mire megyek, spoilermentesen, Mortal Engines 25%. Rotten. Mondom, fú, hát jó, mindegy, túlélem valahogy. Aquaman mennyi? 75%. Fresh, ú, de király. Jó. És beültem mind a kettőre, és nálam fordítva. Uh-huh. Tehát, hogy láttam a Mortal Engines-ben azt, hogy ez egy ekkora film, egy ekkora könyvből, tehát eleve ilyennek nem állnék neki, látszik, hogy hol maradtak ki dolgok, de hogy becsületesen meg lett csinálva. Uh-huh. Majd beültem az Aquamanre, amire azt mondták, hogy végre egy hú, de szuper, DC film, stb. És ilyen szekunder szégyen érzetem volt, mert hogy úgy éreztem magam, mint mikor egy Adam Sandler játékot nézek, amit nem szívesen nézek. Hú, azért kemény szavak. Ezek a nagyon rossz ilyen szituációs poénok, amik szerintem annyira kívül estek azon a filmen, hogy... Tehát ezt mondom, hogy igen, tehát nyilván... Hát ízlések és pofonok. Nyilván senki nem tudja neked megmondani, senki nem tudja helyetet megmondani, mennyire fog neked tetszeni az a játék, de mondjuk talán azért megalapozottabban ruházol be egy játékra, mint ahogy mondjuk impulzívabban hajlandó vagy beülni egy filmre. Úgyhogy meg azért a várakozásaid is mások, meg a másokban csöpögtet fel akár évekkel előre, hogy melyik játéktól mit vársz. Van olyan reviewer, akit egyébként szeretsz és mondjuk tudnál ajánlani, aki bejön akár YouTube-on, akár Kotakun ír, vagy a GameStar-nál. valaki kedvenc, vagy valami portál, vagy más, ha szabad ilyet. Hogy ne legyen belőle sértődés, mondom a Duncant, aki GameStar-os szerző volt, de már nem aktív, bár visszajött az Eke szarvához a Red Dead Redemption 2-re, igen? Amit még évekkel ezelőtt beígért nekünk, hogy akárhol is lesz ő bármilyen életfázisában, de ha az jön, akkor hívjuk, jön. Úgyhogy visszatért. A stílusa vagy mi? A stílusa is, meg ahogy az a fajta kritikai szemlélet, ahogy meglát hibákat, és aztán ezeknek egy részét vagy elnézi, vagy a végtelenség lovagol rajtuk, és kíméletlenül felemlegeti. Én mondjuk neki nagyon, nagyon szerettem a cikkeit. Amúgy viszont nem olvasok egyébként játékteszteket. A Metára rá szoktam nézni, de bevallom őszintén, tényleg van annyira, föl tud annyira gerjeszteni egy játéknak a trélere már atmoszférával, egyébként nem nézek tréleket, próbálok nem nézni, csak néha belefutok. De úgy értem, hogy amennyi infom van egy játékról, az atmoszféra általában valahogy átjön. És ha az megfog, az már nekem egy, van annyira vonzó tényező, hogy onnantól már olyan nagyon nem hiszem, hogy el fogok rontani. Persze volt már példa, hogy valami teljes bénázás lett a vége. Az Anthemnek tök jó volt a trélere, csak kiderült, hogy hamis. Az Anthemmel én jót játszottam. Aztán vége lett túl hamar. Tehát az a játék, mikor igazán beindult volna, ott elfőtt a tartalom. De amúgy röpködni, harcolni, gyűjtögetni a cuccokat, én nagyon jól elszórakoztam az a játékkal egy olyan 20 órát, vagy 30-at talán, hát még többet is, de hogy és aztán végén meg, hát igen, az játék számomra ott érzette, hogy most akkor ismételgessem újra és újra, de nem baj, mert ott már tovább álltam. Igazából a Division 2-t is
végigjátszottam, és nagyon élveztem, de utána nem merültem alá az endgame-ben, meg a grindolásban. Mondjál olyat, amiben ott maradtál. Kíváncsi vagyok. Sztori szerint vége, de mondjuk még lehetett pörgetni. Az nagyon ritka egyébként, amikor így mélyebben leragadok egy játéknál, mert ilyen szinten, uh-huh. hogy még visszajárjak. A Horizon Zero Dawn. Úristen, de jó az a játék. Igen, az nagyon jó játék. Ezt mindig mondom bárkinek, hogy kérdi. A Horizon Zero Dawn legnagyobb problémája, hogy egy évben jelent meg az Zeldával. Hát figyelj, egyiket se később még pótolni. Ja úgy, nem, hogy... hanem hogy mind a kettő tök kötelező szerintem. A maga műfajában. Nem, tehát nem tudjuk egymás mellé rakni őket. Igen. Egészen pontosan. De hogy emlékszem, pont egy pléten, budapesti plét, ugye ez 2017, ilyen tavaszi plét volt, és kérdezték tőlem, hogy fú, milyen a Horizon, mondtam, gyerekek. Eszméletlenül jó. Tök jó grafikája, nagyon tetszik a harc. Jók a karakterek, minden, az egész olyan, hogy így nem hiszem. Világ is. Világ, igen. És az Zelda, mondtam, hogy ugyanilyen, csak egy picit jobb. Nekem. De hogy azt akartam érzékeltetni, hogy itt van egy full tökéletes játék, meg egy másik full tökéletes, hogy így nem nagyon tudsz már róluk mi jót mondani, mert hogy tudod, amikor sok jót mondasz valamiről, az biztos nem igaz. Az biztos, nem ja, úgy van. Hát igen. Akkor megvettek kilóra, és hogy... De téged is? Én, engem mindenki. Mert mi régi, mi ugye... Kiteket a régi, kivett meg? A régi, minket mindig, mikor ki. Ja, mikor ki. Mikor Kidman. Elnézést, nem. Tehát, hogy ahogy telnek múlnak az évek, ugye jöttek a youtuberek, akik ugye az újfajta média gyárt, vagy tartalomgyártás, és az újfajta médiát képviselték. Mi ebből szempontból, mint nyomtatott magazin, online magazin, mi a klasszikusabb típusú média vagyunk, és ennek megfelelően ugye most a legjobb értelme mondom, hogy ez a szomszéd srác megmondja a frankót a kamerába, ez mondjuk sokkal hitelesebb bárki, aki odaül és elmondja, hogy figyelj, ez szar, figyelj, ez frankó, mint mondjuk mi, akik egy ilyen intézményesültebb keretben tesszük ezt, és ezért vicces volt, hát igen, tragikomikus volt látnunk azt, hogy így youtuberek megjelenése, még inkább mindenki azt gondolta, hogy mi aztán tényleg meg vagyunk véve kilóra, még ők mondjuk megmondják a frankot. Úgyhogy ebből a szempontból ez így kellemetlen, de hát azért kérdeztem rá, hogy még neked is, de azért szerintem te is megkapod ezt, hogy meg vagyunk persze, kilóra. Persze, hát én. Hát mert tudod, mert azt mondom egy olyan játékról, amit mások nem ismernek, hogy tök jó, akkor csak azért mondhatom, mert a játék gyártója az engem megkérte. A görbetükrös Gáborral, az Osváth Gáborral szoktunk ezen rögni, hogy például engem egyszerre szeret a Sony is, meg a Nintendo is. Még dolgoztam velük párszor, de ez nem azt jelenti, hogy így pénzért, hanem hogy beküldenénk ezt a presskitet, megnézed, és akkor nyilván azt szoktam mondani, hogy persze, az a játék érdekel engem, akkor azzal fogok foglalkozni, aztán elmondom az őszinte vélemény, és a Gábor mondja mindig azt, hogy mert tudod, hogy így a Nintendónál Kyotóban ott ülnek, így, és hogy kit nem vettünk még? A Kishimi! Ami erőforrás, pénz, paripa, fegyver, mindent küldjük neki, mert hát azért tudod, Kyotóban van még a Kishimi. Van még itt egy cella. Igen. 13.862. sorban. Igen, ott az meg kell venni, és ugyanez a Sony, hogy hát hogy én azért mentem a Pókember rendezvényre, mert hogy engem megvett a Sony. Csak hogy ugye ez például úgy nézett ki, hogy hát lesz Prágában egy Pókember rendezvény is, hát lehetőség van a vezető íróval angolul interjút készíteni, és én így... És egy csirkével. Ugye, uh-huh. Hát csirke, bocsánat, hát a GameStar-t is megvették, hiszen kijött a csirke is. Jó, hát ez mi hogy ezt így nem lehet elmondani, hogy ez nem így működik. Nem. Én már pár éve csinálom, és a legváltozatosabb, leglehetetlenebb helyzetekben satszoltak a háttérbe valami egészen gigantikus megvesztegetést, vagy valami összeesküvést, úgyhogy egyik és másik oldalról egyaránt. Úgyhogy. Annyit árulj el, nagyon kíváncsi vagyok még erre, hogy így családapaként hogyan érint téged a Fortnite őrület, az betörte hozzátok. Be. Andris fiam 11 éves, 10-11, és hát náluk ugye volt először a Minecraft,
és jött a Fortnite. És Csandagerivel, ugye a Play-nek a főszervezőjével beszélgettünk erről, aki ugye a Mindshow-t is rendezi, hogy egyszerűen hogy elvándorolt a Minecraftos tömegnek egy jó része. És hát nem hinnéd, mert nagyon, nagyon kicsi a közös halma az irányzisre, de hát Fortnite-ozik a régi Minecraftosoknak egy jelentős része. Andris fiam is egyébként, és ő is egy ilyen, az a réteg, hogy abban a rétegben tartozik, aki az osztályközösség miatt játszott azzal a játékkal, és most ezzel a játékkal. Tehát ő mondjuk otthon viszonylag könnyen hozzáfér viszonylag sok videójátékhoz, de hát a legtöbb időt akkor is Minecraft-tal töltötte, most pedig a Fortnite-t, amely ezzel játszanak a barátai. De ez valami olyasmi, hogyha mondjuk nem játszanak, akkor kimarad beszélgetésekből, abszolút, vagy mondjuk akár cseszegetik is meg. Azt nem hinném, de hogy beszélgetésekből kimarad, az tuti. Mert emlékszem, hogy én, amikor ugye azt meséltem, hogy mennyire meg elvarázsolt a játékoknak a világa, hogy az interaktivitás, meg hogy de aztán a második nagy hullámának az volt, amikor egyetemista volt, amikor először játszottunk LAN-ban. Nekem az viszonylag az későn jött, és akkor nem mondod, hogy itt egy nyomom a space-t, és ugrál a Marine, hogy és ott látom, hogy ott ugrálok a havernek a monitorján. Tehát ez mind-boggling volt. Szóval, és aztán jött később, amikor meg elkezdtünk már ugye headsettel. Először LAN-partikon, aztán ugye meg már otthon, az otthon melegéből, igen, headsettel üvöltözve, minősítetlen hangnemben egymás édesanyját, különböző szexuális pozitúrákba álmodva. Szóval, és Andris fiam már 10 évesen hazaér a suliból, le a tatyót, lenyó nincs, frankó, akkor föl a füles, és már ott vannak, látja, hogy ki mellett van a pötty, ott vannak a haverok, és már megy partiba, hello, szóval, és az vicces, hogy a nappalinkban van a lakásnak viszonylag ilyen központi pontján van a számítógép, és ahogy az Andris fiam ott játszik, hát az a helyzet hőfokától függő hangerővel teszi. És ezt úgy hallja mindenki, akkor akár akarja, akár nem. Ki van a nagylányomat, aki a kamaszkorának abban a felsőben, akkor kizárólag fejhallgatóan közlekedik. És a legtöbb mondatomat, amit azt így neki szegezek, azt általán meg kell ismételnem, amikor ő észrevesz, hogy amúgy beszélek hozzá. Mert én meg nem figyeltem, hogy meg közül zenét hallgat. Szóval, hogy az Andris fiam az előbölti a lakást, és az a vicces, amikor konkrétan mi volt veled? Semmi. És akkor hallod, akkurát estem bringál, amikor, és innen tudom meg, hogy mi történt vele aznap, hogy üvöltem, magyarázza a mikrofonban a haverjének, hogy van egy ilyen szülői felzárkóztató, másodlagos kommunikációs szerepe is a Fortnite-nek, amit nem gondoltam volna. Wow. De amúgy meg akármilyennek is tartom a Fortnite-t, egyébként szerintem egy jó pufa játék, most tök mindegy, lehet kezdeni rugozni azon, hogy ki kezdte, ki nyúlta kiről, persze. Ez a része, ez nem feltétlenül szimpatikus, de aztán lehetne ezt aztán counterelni azzal, hogy de mennyit tettek aztán hozzá, milyen ilyen vitték el. Nekem nem való az építés miatt. Én minden játékban béna vagyok, ahol építeni kell. Nem mondom, hogy utálom, mert mondjuk a Falloutban is kellett legutóbb építeni, csak egyszerűen az én építményeim azok nem voltak ilyen, nem voltak ilyen álomprojektek, ilyen balatoni nagy beruházások. Tehát azok a puszta funkcionalitás mentén nagyon ronda, nagyon béna módon álltak össze. Úgyhogy ez nekem kinyírja az én babér lehetőségeimet. Mit mondanál azoknak a szülőknek, akik mondjuk nincsenek otthon annyira videójátékokban, mint te, csak azt látják, hogy egész nap játszik a gyerek, és ugye ebből vannak feszültségek, mert hogy lehet, hogy fogják ezt az adást hallgatni, vagy nézni kicsit idősebbek is, és így bajban vannak, mert ugye ez sokszor előjön, hogy a gyerek nem nagyon beszélget velük, ők se nagyon a gyerekkel, nem tudják, hogy mi történik a monitoron, de az se, hogy mi van az iskolába, és hogy múltkor hívtam a gyereket, és nem volt hajlandó hagyni a játékot. Nem volt lepauzolni a meccset. Igen, mi az, hogy nem lehet kilépni belőle, de az a legalapabb dolgok, amit te tudod, hogy miért nem lehet kilépni. Én is tudom, miért nem lehet kilépni. Hát de nagyon sokszor nem tudja, és ez nem, önmagában ez nem gond, mert nem feltétlenül rajongunk, meg érdeklődünk mindannyian ugyanaz iránt, de
Az első, most ez egy nagyon hosszú, nagyon messzire szerteágazó kérdés, nagyon sokféle módon el lehet ezen indulni. Kezdem azzal, hogy egész nap játszik a gyerek tényleg, és nem csak a szülő érzi így, az para. Tehát nem szabad hagyni, hogy a gyerek egész nap játszon. A legfontosabb az mondjuk ezzel szempontból, hogy szülői felelősség az, hogy mindenképpen szabjon valami határt, vagy adjon egy keretet annak, hogy mennyi képernyőidőt enged a gyereknek. Azért ez a szó, mert mindegy, hogy az videójáték, vagy telefonnyomkodás, vagy tévénézés, mert képernyő előtt töltött időt érdemes valamilyen módon limitálni. Ezt a gyerekkel lehet egyeztetni, lehet egyezkedni, lehet motiválni is akár azzal, hogy jó, de hogyha ez és ez megvan, akkor kapsz még fél órácsot. És mondjuk érdemes valamilyen szinten aztán érdeklődéssel figyelni, hogy mit is csinál, hogyan csinálja, nem csak a korhatáros játékokra gondolok, hanem mondjuk, ha picit megérti, hogy mivel is tölt az idejét a gyerek, akkor megértheti azt is, hogy mondjuk nem az volt a nagy, hogyha adott neki még fél óra játékidőt, de a gyerek 40 percig tartott volna, hogy befejezze ezt a meccset, de a szülő lenyomja a főkapcsolót 33 percnél, akkor az több, finoman fogalmazva is többet ártott, mint használt. Igen. Amit emellett mindenképpen még mondanék, az az, hogy ez egy iszonyatosan jó lehetőség arra, hogy közös jó élményeket szerezzen a szülő a gyerekkel, ami kincset ér. Tehát bármiféle kapcsolatnak szerintem, most mindegy, hogy egy párok közt, vagy családban a gyerekeddel, vagy barátokkal, szerintem minden kapcsolatnak az egyik legfontosabb megtartó ereje az, hogy legyenek, szeressetek minél több dolgot közösen, legyenek minél több jó élményeitek, emlékeitek, amiket közösen éltetek át. És a videójáték rengeteg olyan lehetőséget ad, ami szuper közös élményt tud adni szülőnek és gyereknek. Nem feltétlenül mondom azt, hogy nem csak a couch co-op játékok azok, ezek ugye, uh-huh. amiket ott helyben a szülő beszállt a gyerek mellé, akár vagy együtt játszhatnak valamivel, az ugye a legszuperebb. De csak maga az a tény, hogy nem okoskodva, nem gúnyolodva, csak érdeklődve, kérdezgetve, figyelve, nézve, követve azt, hogy mit csinál, esetleg megdicsér. Tehát valahogy egyébként ilyen passzív megfigyelő szerepben is részt véve ebben, az is nagyon-nagyon sokat tud számítani, és nagyon jó élmény is lehet mind a kettőjüknek. Úgyhogy mondjuk ez lenne még, amit mondani? Igen, és hogy így zárszóként csak, hogy valamilyen biztató dolgot mondjunk, hogyha mondjuk a szülő ennyire jó fej, hogy ilyenekbe belemegy, akkor ez úgy vissza tud jönni a másik oldalról, hogy jobban szót fogad esetleg a gyerek. Azért hát, neked van már három. Igen, és mind a három annyira szófogadó te. Oh. Hallod? Hát a szófogadásnak a Fortnite-ozás nem lesz. Tehát ezt nem mondanám, hogy Fortnite kérdőjel szófogadás. Ezt így nem merném felrajzolni ezt az algoritmust. Nézd, tehát amikor a gyerek szeret valamit, a szülő nagyon-nagyon el tudja szúrni a gyerekével való viszonyt, a bizalmi viszonyt, a tiszteletet, hogyha azt élből elutasítja, vagy lefikázza. Azt kell megérteni a szülőnek, hogy ha leszólja a tök mindegy, mint a játékot, vagy azt a koreai pop csapatot, amit olyan könnyű lenne megjegyzésekkel illetni, mint amit a kamaszlány, hogy oda van, vagy a csak hallottad mástól, gondolom. Igen, de akármit, tehát akkor azt kell megérteni, hogy nem, te most nem azt a pop csapatot, meg nem azt a játékot szóltad le, hanem azt, amit a gyereket szeret, és így ezzel a gyerekedet is, amivel ő érzelmileg investálva van, azt ne szólt le. Azt, hogyha ő azt szereti, ha a gyereket szereted, akkor ezt is fogod. Lehet alakítani a gyerek ízlését alternatívával, lehet mellé tenni esetleg majd mást. Nem kell megsértődni akkor sem, hogyha nem fog rá az ízlenni, mivel alakul az ízlése, alakul a világlátása, ő keresi, ő akarja magának felfedezni az új dolgokat, és nem feltétlenül fog nálad jelentkezni, hogy csókolom a puci, akkor mi jön most a Beatles vagy a Rolling Stones? Nem valószínű, hogy ez lesz a modell, de egyébként meg lehet, hogy 5 év majd magától fogja kérni ezeket. És sokkal jobban fog értékelni valószínűleg, ha magától talál rá, mint ez hogy valaki, biztos. Ugye ez a gyerekeknél, amit rá akarsz nyomni, az nem. Igen. Edd meg a répát, kisfiam,
Én addig nem ettem meg. Nagyon hülye az analógia, tudom. De nem, utána nem egyszer magamtól így megettem, és rájöttem, hogy én szeretem a répát a levesben. Ez nagyon, ez egyáltalán nem hülye analógia. A Andris fiam iszonyatosan konok ilyen dolgokban, de kajálás tekintetében is. És konkrétan ilyen James Bondi megtévesztő manőverekkel kell így elé csúsztatnunk véletlenül, mint egy új étkeket, mint a sajtos kenyér, hogy valami más is megpróbáljon. Már véletlenül a szájába jött, és rájön, hogy az jó, akkor oké, de amúgy azt erőszakkal nem tudtuk volna elérni. Úgyhogy hát igen, ez egy érdekes meccs, de igazából tényleg csak azt nem szabad elfejteni, hogy a szülőnek nyilván van egy kialakult értékrendje, a gyerekének pedig alakul az értékrendje. A szülő nyilván szeretné formálni a gyerekét, de leginkább azzal tudja, hogy mondjuk megmutat neki dolgokat, amik neki fontosak, és hogyha jó, van közös hangodnak a gyerek, arra ráfog. Nekem mindig egy olyan klassz érzés, amikor a Panni azt mondja, hogy berakok valami zenét, és akkor ez milyen, ez tök jó szám, ez küld már át. És ezeket szoktam mondani. Tehát, hogyha olyan tudsz mutatni neki, ami neki bejön, arra igenis nem lesz rest rácsatlakozni, hogy mondjuk Andris is hajlandó a Fortnite-től fölállni, hogyha mondjuk olyasmivel játssz, ami... És nyilvánvalóan nehéz néha megállni az epés megjegyzéseket, már csak azért is, mert a szülők azok... Ez a szemétugratás, ez egy nagyon nehéz, és nagyon... Ez olyan könnyű, tudod így a gyerekeddel így viccesen évődni, és nagyon kell figyelni közben, ne vánsd meg, mert észre se veszed, úgy meg tudod sérteni, vagy az érzésről taposni. Figyelj, úgy beszélek erre, mint hogy tudnám csinálni, pedig valószínűleg majd, amikor már elköltöznek otthonra, akkor már azt mondom, hogy azt már nagyjából értem, hogy ezt hogy kellett volna, meg így bocs, jutólag is, vagy... Szóval ezt így tanulja az ember folyamatosan, de mondjuk, hogyha óvatosan tekintettel vagy az ő érzéseire, ízlés, az alkuló ízlésére, akkor nagyon nem hiszem mellé lőhetsz.